Richard Dawkins a beszédeiben a vallást veszedelmes vírusnak nevezi, ez az állítás érzelmi, zsigeri jellegű, azért beszél így, hogy felbozolja a kedélyeket és így tegye hevesebbé a vitát. Nem hinném, hogy sokszor beszéltem volna veszedelmességről, vagy használtam-e így ezt a szót, bár egyértelműen vírus, és ebben a veszély aspektusa nem pont a vírus, bár szerintem önmaga is ártalmas, de a fő veszély, hogy fertőző. Olyan dolgok, amik valósággal ragadnak az elmébe, ugyanúgy, mint ahogy a hagyományos vírusok tapadnak rá a testre, majd átveszik az ellenőrzést, aztán önmagukat propagálják, sokszorozzák. De az ilyen erős szavak, továbbá amik felbukkannak az írásaiban, miszerint megveti a szervezet vallásokat, a vallásos hitet, ezek erősen érzelmiek és nem akadémiai jellegűek, ez olyan, mintha érzelmi okból szándékosan fokozná ezzel a vitát egy ingerlőbb szintre. Meglepő, ha ezt érzelmileg túlfűtöttnek tartja, ennek sejthető oka az, hogy olyan kultúrában nőttünk fel, ahol méltányolni kell a vallásokat, és már egy egészen enyhe szókimondást is sértésnek éreznek. Ön tényleg megveti a vallásos hitet? Megvetem azokat, akik olyasmiben hisznek, amire nincs bizonyíték, és kint olyan akciókat folytatnak, amivel kárt okoznak más embereknek, akkor igen. Megvetem azokat, akik annyira keményen és megingathatatlanul hisznek egy vallásban, hogy azt képzelik, ez feljogosítja őket emberek megölésére. Oké, de zavarják-e azok, akik a templomban imádkoznak vasárnaponként? Dehogy, egyáltalán nem. Mit érez velük kapcsolatban? Úgy gondolom ez ártalmatlan, különösen az anglikán egyház, nem ártanak és nincsenek szélsőségesen túlfűtött késztetéseik, de hogy vetem meg őket. Legyen egy példa, én agnosztikus vagyok, de már eltöprengtem a kereszténység alapvető tanításain. A saját Isten hitemet illetően, hiába is erőlködöm, nem vagyok képes önmagamat meggyőzni. Azt hiszem, nem tudhatom, hogy Isten létezik vagy sem, és még örlődöm is a gyenge akaratom miatt, hogy nincs bennem elég kurázsi a döntéshez. Ebben az értelemben én is agnosztikus vagyok, az Isteni Téveszme című könyvemben egy 7 fokozatú skálát vázoltam fel, az első szinten a meggyőződéses Isten hívők, a 7. a teljes tagadók vannak, én magamat a 6. szintre helyezem. Az agnoszticizmus skálája egészen a 7. ateistáig tart, én azért a 6. körül vagyok, hogy meg ne sértsem a tündérekben, manókban, vérfarkasokban és hasonlókban hívőket. Sok ember számára az agnoszticizmus pontosan a középvonal, az Isten létezésének és nem létezésének az esélyét egyenlőnek veszik. Ez a fajta agnoszticizmus hamis, mert erre nincs valószínűségi formulánk, de Isten létezését elég valószínűtlennek tartom, viszont a létezését nem tudom cáfolni, ezért nem lehetek a 7. ponton, legfeljebb a 6 és feles környékén. Mit szól a vallási intézmények még mindig fennálló erős befolyásához, irritálja ez önt? Furcsa ez, van ahol a teokrácia maradványai bent ragadnak, mint Britanniában, hiszen vannak püspökök a lordok házában, sok-sok vallási hátterű iskola van, és a királynő az anglikán egyház feje. Bizarr, hogy Britanniában vagy Skandináviában, ahol társadalmilag beágyazottak a történelmi egyházak, jellemzően kevésbé vallásosak az emberek. Viszont egy olyan helyen, mint Amerika, ahol az alkotmány előírja az egyházak és az állam szeparációját, ahol falat emeltek a kettő közé, ahogy Jefferson mondta, pont ez az egyik legvallásosabb ország a nyugati világban. Ez a negatív korreláció elég meglepő egy naív szemlélő számára. Ön szerint mi a magyarázat? Sokféle magyarázat kínálkozik erre, az egyik ilyen, hogy itt Britanniában, ahol a vallás a társadalmi berendezkedés megszokott eleme, egyfajta unalommá is vált. Míg Amerikában, ahol ott a szeparációs választófal, a vallás szabad vállalkozássá vált, megaméretű templomokkal, saját televízió állomásokkal, vagy csődbe menetellel, de van gyermekgondozás, és edzőtermek is, ezek már üzleti vállalkozások, és mellesleg adómentességgel segítik őket.
A televíziós evangelisták a magánrepülőikkel röpködnek, előkelő autóparkjuk van, és más hasonlók, a vallás óriási üzlet Amerikában, itt Britanniában inkább az unalom, az emberek így vagy úgy, de semmiképpen nem veszik túl komolyan. A politika általában irtózik ezektől a dolgoktól, gondolok itt azokra a következményekre, melyeket most megemlített, de nem látszik más út, mint az állami szintű törvényi szabályozás. De mekkora cirkusz lett, mikor Miliband képviselő kimondta, hogy ő ateista. Mint már említette, ez a vallási sértődékenység. A vallások szinte hadüzenetnek tekintik. Kérdezem, mert úgy látom, hogy ön sok energiát fektet ezekbe az ügyekbe, hogyan célozza meg a problémát, hogy olyan eredménye legyen, amit az önhöz hasonlók szeretnének. A kollégám Dan Dennett használja a hit a hitben kifejezést, sok ember önmagában nem is vallásos, csak homályos ismeretük van, hogy ez valami jó dolog, aztán vannak a leereszkedő támogatók, szerintük ez a köznépnek kell csak, ők túl intelligensek a valláshoz. Aztán a másik típus, akik szerint a vallásra az erkölcsök miatt van szükség. Sokan képzelik azt, hogy vallás nélkül az emberek kirakatokat törnének be, rombolnának és erőszakoskodnának, de erre abszolút semmi bizonyíték sincs. Ezért szerintem az egyik első és legfontosabb tennivaló, hogy a vallást a moralitástól elkülönítsük, nonsensz a gondolat, hogy vallás nélkül nincs erkölcsi rend. Úgy vélem, nagy lépés lenne, ha felismernénk, hogy nem kell vallási oktatása ahhoz, hogy a gyerekekben erkölcsi érzék fejlődjön, és jó állampolgárokká váljanak. Bárhogy is, de még egy ilyen szekuláris országban, mint a miénk is, kialakult egy jellegzetes szemlélet, egyfajta lappangó elképzelés a köztudatban, miszerint tudományosnak lenni azt jelenti, hogy valamiféle elsorvasztott és száraz leírást adunk a világról, amiből hiányzik a varázslat, a misztérium, ugye jól gondolom, hogy ezzel ön nem ért egyet. Nem csak vitatom, de ennek épp az ellenkezője az igaz, a tudomány csodálatos és lenyűgöző, a tényekből megérthetjük, hogy miért létezünk. Ugyan ki az, akit soha nem izgatott az a kérdés, hogy egyáltalán miért van élet a világban, ahol ő is él, és csak bejár dolgozni, megy az irodába, aztán foci meccsre, és mindezt évről évre, végül meghal és kész. És közben semmit nem értett abból, hogy miért ezen a különleges helyen élt, ez egyáltalán nem egy színtelen és száraz dolog. Az érkezésünk a világba olyan, mint az ébredés, ébredés a szó legteljesebb értelmében, látni az univerzumot, látni a csillagokat, a sejtek belsejét a mikroszkópban nézve, meglátni az agy belsejét. Ez csodálatos, az élet csodálatos ajándéka, akkor is, ha csak időlegesen birtokoljuk. Ajándék annak a megértése, hogy miért létezünk, és örülni ennek, amíg tart a létezésünk. Richard Dawkins, nagyon köszönöm.